Voltak kételkedők, hogy a Forbes magazin hány évig fog majd működni Magyarországon. Most azt látjuk, hogy tele vagyunk témával, ami azért azt mutatja, hogy az üzleti kultúra az változóban van. Tehát nagyon komplex egy ország gazdasága, a különböző üzleti szektorok, és azt látjuk, hogy azért látva mondjuk bizonyos szektorokban a fejlettebb országokat, azért van tér a növekedés, az innovációra, helyenként az alapok is megvannak, de hát nyilván sok mindent kell még azért tanulni az újabb üzleti generációknak is. Részben amúgy ezt meg tudja tenni az idősebbektől is, hiszen azért nagyon sok, nagyon jól működő családi cég van, amik 25-30 éve nagyon stabilan növekednek és fejlődnek. Tehát, hogy az alapok nem olyan rosszak, az üzleti kultúrára nagyon rányomja a bélyegét, azt hiszem, hogy a társadalmi politikai berendezkedés meg annak a kulturális jegyei. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy bizonyos szegmensekben nem érvényes az üzleti logika, még mindig sokkal fontosabbak a kapcsolatok, a kapcsolatoknál felülértékelődik a közéleti aktivitás, vagy a politikához való kapcsolat. Nyilván ezek azok az ügyek, amik nagyon visszhangot kiváltanak Magyarországon is, ahogy máshol is, de ennek ellenére azért nagyon sok szektorban látjuk azokat az üzletembereket, akiket hónapról hónapra ki lehet rakni egy Forbes magazin címlapjára itthon is. És mondom még egyszer, témánk van, ötleteink is vannak. Most inkább az a probléma, hogy egy csomó céget majd kicsit később kell tudnunk megírni, vagy tudunk majd megírni. Tehát, hogy nekik kell várniuk. Úgyhogy a tekintetben amúgy bizakodó vagyok, hogy témánk lesz. Abban is, hogy nagyon sok friss tudás áramlott be a magyar üzleti életben, mind sales vagy marketing fronton, mind pedig az üzleti kultúrát illetően is, és ezek elkezdték működni. Tehát egy ekkora országban is lehet validálni termékeket, szolgáltatásokat, nagyon sok olyan új típus, új generációs üzletember van, akinek az értékalkotás az fontos, és ezt nem a pénzben méri. Nagyon sok olyan új típus üzletember van, aki nagyon jól boldogul a piacokon, aki nagyon jól tud szélszelni, aki globálisan képes gondolkozni. Ezek azért olyan szettek, ilyen skillsettek, amiket nem egyszerű felvenni, ezek nem könnyen tanulható dolgok, nem ezek magatartás minták, attitűdök, amiket el kell tudni sajátítani, és nagyon sokszor szembe vennek a szülői generációk által, az újabbakra hagyott gondolkodásmóddal. Szóval nem meglepő, hogy ez egy nehéz folyamat az a váltás, de a régióban is látunk pozitív példákat, és ez azért Magyarországon is azt mutatja, hogy bőven van tér növekedni, és nagyon sok Forbes címlapot